Molnár Józsefnek hívnak, és Budapestre jöttem a Krisztus gyülekezetéből, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és megcselekedhetem az igét, mert legyőztük a sátánt a bárány vérével és bizonyságtételünk szavával. Bizonyságtételem a következő. Két fő igét szeretnék mondani, amely az egészet átüleli. Zsoltárok 27:10. Ha apám anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Amikor megszülettem, akkor szüleim eldobtak, nem törődtek velem, és más szülők neveltek fel. Tehát csúnyán mondom, most magyarok, ugye tudjuk, Krisztusban mindenki egyenlő. És 12 éves koromban elkezdtem a polcon keresgetni a könyvek között. És minden további nélkül nem tudom, miért levettem a Bibliát, és elkezdtem olvasni. És nem is akárhol, nem az elején nyitottam ki, ahogy szokták egy könyvet kinyitni, hanem Máté evangéliumánál nyitottam ki az Új Szövetségnél. És elkezdtem olvasni. És akkor már megfogalmazódott bennem az, hogy mindenkor úgy viselkedjek és úgy szóljak, úgy cselekedjek, ahogy azt az Úr Jézus tenni az adott helyzetemben, az adott pillanatban. És akkor úgy is kezdtem élni és viselkedni, és akkor jött a világ, jött rá a válasz. Jött a világ, és ahogy nőttem, cseperedtem, elkezdtem bulizni, fiatalokkal jártam, szórakoztam. Mindent, ahogy a világ szerint éltem. És akkor ugye kialakult bennem az a tudat, hogy majd én megmutatom. Majd én a saját erőmből, én vagyok az okos, én vagyok a jó. Amíg mindaddig eljutottam arra a pontra, hogy volt rendes akkori 22 éves koromban, tehát megvoltak az álmaim, megvolt a valóság, rendes munkahelyem volt, normális albérletem volt, gyűris menyasszonyom volt már akkor 4,5 éve is, és rendes munkahelyem is, és akkor egyszer csak felborultak a dolgok. Arra azt mondtam, hogy majd én megmutatom. Gyűris menyasszonyom vége lett, albérletemet nem tudtam fizetni, a munkahelyem megszűnt, és akkor ezután kikerültem az utcára. Az utcán éltem 2,5 évet. 2,5 évig úgymond street punk voltam. Ilyen 25 centis háromszínű tarajon volt, tele voltam piercingekkel, bakancsba jártam. Blaha Lujza téren az aluljáróba éltem egy kuka mellett. És az Úr küldte az embereit, az ő szolgáit utcai evangelizáción keresztül, de akkor nem hallgattam rá és nem figyeltem oda, mert a szívem kemény volt. A nyakamban az inak vasból, a homlokon pedig érc, és azt mondtam, hogy majd én megmutatom. Ez a majd én megmutatom mindaddig tartottam, eddig 2006. június 18-án különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádoltak, és bekerültem a Maglóri úti, Venyige úti előzetes házba. Hát a kilátásaim azok olyanok voltak, hogy ki se láttam belőle. 10 évtől életfogyig terjedő fegyházbüntetés, tehát Szeged C utca lett volna nekem a vége, ez volt az ördög terve. És bent a börtönben, ki ha én nem, folytattam ezt a stílust, mindaddig, ameddig fel nem kerültem fogdára. A fogdára nem engednek be semmi mást, csak egy Bibliát. Bibliát vagy Új Szövetséget, ez törvényileg ez megengedett. És mielőtt felvittek volna az árkatársam, adott a kezembe egy Új Szövetséget. Egy Gedeoni kék Új Szövetséget kaptam. És amikor beraktak a fogdára, kattant a rács, csattant az ajtó, akkor leültem a földre, és elkezdtem, akkor a fejemhez kaptam, és azt mondta, akkor mondtam ki őszintén szívből először, hogy Istenem, most mi lesz? Az egyik kezemmel fogtam a fejemet, a másik kezemben az Új Szövetség, és felnéztem. És megláttam az ajtófélfára, az volt írva, Ich liebe dich Jézus Krisztus, du bist mein Herr. Tehát én nagyon szeretlek téged, Jézus Krisztus királyom, te vagy az én uram. És akkor kinyitottam a Bibliát, az Új Szövetséget, és az az Új Szövetség, a Gedeoni Új Szövetség úgy kezdődik, hogy Máté evangéliuma. Tehát Isten mióta 12 éves koromtól 30 éves koromig eltelt az idő, tehát visszavitt ugyanarra a pontra, ahol elkezdtem 12 éves koromban. Csak éppen 30 éves koromban ugyanoda visszarakott Máté evangéliuma. Na és elkezdtem olvasni. Elkezdtem olvasni nem értelemmel, hanem szívvel. Szívvel, mert az ember olyan, amíg lát egy szalmaszálat, addig abba kapaszkodik bele a láthatóba. De dicsőség az Úrnak, elvitt egy olyan helyre, ahol már nem volt látható, hanem a láthatatlan, a hit Jézusban. És ez volt 2007. február 5-én, és február 6-án, másnap este, dicsőség Istennek, sírva befogadtam Jézust a szívembe, behívtam a szívembe az Urat, és átadtam neki az életemet.
átadtam az életemet neki, és megvallottam, hogy igen, Uram, szükségem van rád. Szükségem van rád, Uram, mert majd én megmutatom, a majd én bölcsességem az oda jutott, hogy itt vagyok a börtönben, és soha nem kerülök ki innen. Ezután az életem 180 fokot fordult, lekerültem szintre, és ugye az ördög azt támadott vissza nagyon-nagyon, és azt mondta nekem, oda jut, és azt mondja, hogy nincs semmi esélyed, egyedül vagy, senki nem törődik veled, teljesen el voltam csüggedve. És szoktam imádkozni ebéd után. És lefeküdtem, imádkoztam, és úgy hallottam az Úr Jézus hangját, ahogy ti halljátok most az enyémet, és oda jött hozzám Jézus, és azt mondta, hogy te hogy gondolhatsz olyat, hogy te egyedül vagy? Mert én veled vagyok mindig, és veled is maradok. Mert te bennem vagy, én te benned, és egyben az Atyában vagyunk. Oda jött Jézus, és átölelt. Átölelt, és mondtam, Uram, kiviszel innen, Uram, én neked élek, Uram, én nem akarok másnak élni, csak neked élni, Uram. És kihozott az Úr 2007 decemberében, kihozott az Úr, és dicsőségül neki. És azt szeretném még ezzel elmondani, hogy az Úr Jézus át akar ölelni titeket is, személyenként, egyen-egyenként, az Úr Jézus veletek akar lenni, minden napon. Vágyik arra a közösségre, hogy veletek legyen, és egy élő kapcsolatra vágyik veletek. És szeretné, hogyha minden nap vele járnátok. Dicsőség az Úrnak, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Amen. Köszönjük szépen a...